Jó napot kívánok, gyerekek, üdv a csatorna! A képen jelentkezik egy következő csodálatos videóval. Szeretnék nektek mutatni mindjárt valamit. Nézzétek, micsoda csodálatos nap felkelte. Utározhatatlan egyébként. Minden egyes évszaknak ebben a játékban megvan a szépsége, én úgy érzem. Ahogy kell fel a nap, és ott a pára már ugye kezd fölfele kúszni a különböző növényzetről, például a fűrű, meg ott az erdőről, ez szerintem csodálatos, meg a várják, ahogy itt éppen csinálják a fejüket, itt a tárló, nem tudom, mit kereső ott. Na jó, van, oké. Változások vannak a gameplayben, gyerekek, a gameplay sorozatban. Annyi, hogy az idő az folyamatosan fog menni ötösön, így konkrétan kicsit olyan lesz a egy-egy rész, mint hogyha egy napot játszanánk végig. Ezt majd ki kell tapasztalni, hogy körülbelül hányoson kell mennie ahhoz, hogy egy rész az pontosan egy napig tartson, tehát reggeltől estig. Ezt azért gondoltam fontosnak megcsinálni, mivel nem csak az évszakok változnak, és tök jól meg vannak megcsinálva ebben a játékban, a 22-ben már, hanem a napszakok is, és tök jól néz ki, ahogy kell fel a nap, amikor tetőzik, nagyon jól néz ki, hogy a nap lemente. És az lenne jó, hogyha konkrétan egy darab napot játszanánk végig. A másik változás az, hogy minden egyes rész egy darab hónap lesz, ezt nem is akarom túl magyarázni, mindenképpen jobb lesz nekünk, érdekesebb lesz a gameplay. Tehát ma február van, és reggel 7 óra 27 perc, és egy csomó mindent kellene csinálni, vagyis egy csomó minden opció van, amit tudnánk csinálni, először is meg kell nézni a bérmunkákat, bár azzal kapcsolatban nem valami sokra jóra számítok, mert írtátok, hogy ezt csak majd később fogok más bérmunkát kapni, télen nagyon nem. De azért ránézzük, jó? Igen, betakarítás van, szántás van, New Contact kérek, tudok így kérni New Contact? Nem. Clear Contactolok, jó, New Contact, és akkor se fog nekem más beadni maximum a szántást, meg a betakarítást, de leginkább szántást, mivel február van, és emiatt, ha már egyszer szántani akarnak elküldeni, akkor miért ne szántsuk fel a saját területünket, arra gondoltam. De előtte, várjatok, előtte kellene valamit csinálni, várjál már, egy csomó mindent kéne csinálni. Megyünk, futok, rohanok, a boltnál hagytam a biciklimet, és írtatok valamit, amit mindenképpen szeretnék megnézni. Jaj, de jól néz ki, nem is, ott van már a nap, gyerekek, csak még mindig ilyen nagyon-nagyon laposan süt, és nézzétek meg, azokat, oda nézzé. Ezek az árnyékokat, a gyönyörűséges. elnézést a kölgésért. Tényleg extrém beteg. Hogy néz ki ez a játék, gyerekek? Ferike mondta, hogy kicsit olyan nyomasztó neki, nem tudja miért az évszakok miatt, vagy pedig azért, mert amúgy, de mondtam neki, hidd el, az évszakok miatt lesz ez. Na, pattanjunk a gyerekbe, aztán tekerjük le oda, ahol írtátok. Ja, írtatok, hogy elhagytam egy darab járművet, szemfülesek voltatok, és nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy sasoljon ezerrel, aztán, hogyha lát járművet, amikor éppen én itt veletem, akkor írja meg mindenképpen, hogy hol. Meg esetleg a videóban, hogy hányadik percnél, vagy esetleg, hogy hol. És akkor újra vissza fogunk menni. Hogyha esetleg tud járművet, hogy hol van máshol, ha... Bazze! Beszartatok ti is? Én nagyon hallod. Azt a meccs. Jó, ez ilyen nagyon életűnek tűnt tényleg, vagy izé. Azt a bocs. Rohadt életbe, gyerekek. Ez kemény volt, hallod? Na. Rohanunk a biciklivel, mint az állatok. Csak jó, mert erre tudunk rövidíteni, ugye ezt akartam mondani. Itt a falu alatt el tudsz kevernyézni. És, ja, hogyha láttok ilyet, akkor mindenképp írjátok meg. Ja, meg volt még egy beszélgetésem, hát beszélgetés komment szekcióban írt egy srác, hogy nagyon-nagyon gáz, hogy nem RP. Hú, és akkor várjátok, ezt ki is szeretném fejteni. Őnek is kifejtettem, de lehet, hogy többek meg ugye ezt nem olvasták, ezt a kommentet például, aki meg RP-t szeretne. Ugye úgy volt, hogy elkezdtem RP-be ezt a gameplay sorozatot, és akkor írtátok nagyon sokan, így az emberek 90%-a, a nézők 90%-a írta, hogy ne legyen RP. De volt egy 10%, aki meg írta, hogy RP legyen, és akkor így nem nagyon lehet ezt így mindenkinek megfelelni, mert most gondolj bele, őnek is ezt így kifejtettem, hogy a... Mit van egyébként ez a bicikli? Hogy most én nekiállok, mondjuk, csak egyféleképpen lehet megoldani.
Hogyha csinálok egy RP, meg egy nem RP sorozatot. Addig oké. Okay. Hát figyelj, ne! Azt hittem csaj, aztán meg az öreg fom szerint a járkálnak. Mi ez, kocsma? A látom is, oda nézi, ott van -e. Hát nektek olyan szemetek van, halljátok, itt jöttem a géppel, hogy veszitek észre? Vetőgépet találtál? Egy darabot, ez mondjuk jó is jön, de. Egyébként várjatok, hadd nézzek már körül erre arra. Nem hiszem el, hogy nincsen itt. De figyeljetek, ha már elmegyünk egy területre, és ott van a épületek, akkor gyorsan körbe rohanok mindig. Aztán ha meglátjátok, hogy ha van, láttok valahol járművet, ez miért föl lehet venni ezt az asztalt? Hallod? Milyen durva, hogy már ilyen csomó minden... Hallod, elviszem haza, ne szórakozzál. Egy csomó minden ilyen tárgy van, ami ilyen fizikával megáldott. Körfűrész, ez is valami asztalos, hogy mi ez? Oda nézé, be van nővel, gazzal! Csomó mindenre például írja, hogy lehet ez taperon, és nem, mégsem írja el a csávó, vagy nem tudom ez mi. Talicska? Ó, Talicska? Jó napot kíván! Ez nagyon bát, hallod? Szavasz, hello! Nagyon-nagyon feszült a gyerek. Apa, apa, apa! Traktor! Szereztünk egy traktort is, gyerekek. Van 7000. Ugye 1000 darabjáért, ha megszerzed mind a 11 bizonyos termék. Bocs, hello, hello, kösz, kösz, rendes óta. Megszerzed minden az összeset egy fajtából. Akkor ugye, kapsz 100 000 egyébként. 100 000 eurót. Na, menjünk a falurak? Menjünk a falurak, gyerekek. Az közben... Na igen, és akkor ugye ott tartottam, hogy egyféleképpen lehet megoldani, hogy mondjuk mindenkinek tetszett, tehát legyen RP sorozat, meg, ne legyen, meg legyen nem RP sorozat. Azt meg tudnám úgy csinálni, hogy két sorozat. Oké, ez eddig jó. Várjál, megnézem ezt a buszmegállót. Én egy buszmegállóban biztos rájtenék, esküszöm. Hallod, nincs a szerencséd. Azt hittem, hogy mi van mi. Busz megáll a mögött. Hallod, én ide biztos tudtam volna. Bocs, hogy itt élelődök, de... Hey, jó van, na! Megyek, megyek. Megyek, gyere nekem. Csak akkor az a probléma, hogyha mondjuk csinálok egy RP, meg egy nem RP, és azért nézek befele, hogyha megláttok valahol egy járművet, szóljatok, jó? Na ugye nektek úgy könnyebb is meg tudjátok állítani, vagy valami. Csak ugye csinálok egy RP, meg egy nem RP sorozatot. Oké. Okay. Onnan meg lehet, hogy valakinek azt tetszik, hogy csak retrogépek, valaki meg az, hogyha nem retrogépek. Tehát akkor kellene csinálnom egy RP sorozatot, ami csak retrogépek, meg csak nem retrogépek. Akkor lehet, hogy valakinek azt tetszik, hogy MTZ, a másiknak azt tetszik ez, és akkor ilyen 500 fajta sorozatot mindenkinek, ugye egy szinte ilyen multiverzumot kéne létrehozni, hogy mindenkinek megfeleljen az ember. Az úgy nagyon-nagyon nehéz, és nem az, hogy nagyon-nagyon nehéz, hanem lehetetlen. Szóval bocs annak, attól, aki RP-t szereted volna, a szimulátor jelenleg az full megmarad, egyébként milyen látótávolság van, ott az MTZ, látni. Látjátok? Úgyhogy nehéz, nehéz lenne megfelelni mindenkinek, srácok. Gondolkodok egy csomó minden egyébként, hogy mit kellene csinálni. Hát legszívesebben egyébként lehet, hogy föl kéne szállítanom a saját területemet. Csak nagyon félek tőle, tudjátok, nekem az ilyen, ilyen Achilles pontom, a szántás. Nem vagyok valami nagyon jó benne. Főleg most itt terület létrehozásra szántás, ami azt jelenti, hogy még egyenesen is kellene szántani, de mihez viszonyít, csak érted? Gyerekek, ez nem lesz egy egyszerű dolog, mi? Sőt, ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog. Ez várja, ez valahogy hogy kellene ezt megoldani? Hogy tudnám ezt megoldani, hogy jó legyen? Várj, én be is járok a brinkába ide. Hey, a bicikli! Ez tényleg nem volt egy hülyeség egyébként, hogy az a bicikli így van az elején. Tudok vele közlekedni normálisan. Na! Honnan mertük én összeszántani, vagy mit kéne szántani te? Először is mindenképpen egy sokkal kisebb területet akarok, mint ne könjön kimenni a kerítésig, érted? Van ott egy bőrhenes fa, azzal meg nem tudom, mi a szart fogok csinálni. Nem lehet venni a boltba ilyen csipeszt, amivel lehetne rángatni? Bárhogy a mink keresztül rángatom el. Mondjuk egy pautkocsit vennék, akkor ezzel föl lehetne dobálni ezt a fát, nem? Az a fa az egy kicsit zavaró nekem az. Nem tudom, gyerekek, nem tudom. Ez a fa, ez nem a legjobb helyem van. Bárhogy kivágom, akkor sem vagyok előbbre.
Már tudod, miért nem vagyok előbbre? Mert nem vagyok előbbre, mert a tuskója ott marad, és nekem meg nincsen. Hú, gyerekek, hát itt ez vannak problémák. Meg kell nézni ez a terület egyébként, milyen lakó, hogyan van. Hogy nekiálljunk instant, aztán adjál neki is annyi. Megnézem a Google Maps-t, és bocs, hogy kölgök, mint az istennyire. Nézzük meg a Google Maps-ot. Itt hol vagyunk mi? 71-es terület egyébként, szép egyenes meg minden. Hát ezt egy egyenesbe le lehetne szántani belőle egy ilyen jó egy kockát. Én azon gondolkodik a képen. Lehet, hogy úgy kellene, hogy szétszántani. Hogy középen kezdeni szétszántani, és akkor addig megyek, ameddig tudok. Érted, hogy mire gondolok? Ezt nem úgy kellene, hogy két szélén megkezdeni, hanem valahogy a közepén. Azt szerintem egy jó megoldás lenne. Viszont megnézem a boltnak, ugye itt meg tudom nézni a kínálatát interneten. Az erdészeti gépeknél, hát itt hiába lélek akármit is szerintem, ú, de jó erdészeti cuccok vannak. Hanem itt az erdészeti gépeknél felszerelésnél milyen opciók vannak? Nincs ilyen rögból szóló cucc. Ez nem az? Nem, ez izé, röngmaró. Nincs ebben röngcsipesz? Nincs, abszolút. Ú, de kár. Pautkocsikat is jó lenne megnézni egyébként, mert abból is tudnék, legalábbis képben legyek. Vannak vonót pontkocsik, nagyon jó áron nézni. Forgózsámolyos, nem forgózsámolyos, HV, ez is csoda. Ezek jó gyerekek, jó cuccok vannak, úgy látom, itt kapacitás. Vannak itt oda nézni, bálahordó. Van 19.100 literes silózós. Jó, van, úgy látom, el leszünk látva azért. Ja, a kövesedést azt kikapcsoltam teljesen hülyeség szerintem. Mármint így a mi éghajlatunkkal nincs ilyen probléma. Nem hiszem, hogy a bármelyik gazdaságban is lenne kőszedő gép a Magyarországon. Esküszöm. Ugye ilyen nagyobb köveket így kiszoktak rugdosni a földszélre, azt Isten áldjon meg összeszedni, de nem az, hogy ilyen kőszerűgéppel kellene dolgozni. Na, figyeljetek, akkor indítsuk egy motort. De várjál, azt a időt, azt odébb kéne vonszóri, azt a pautkocsit, mert annak nem lesz jó helye. Meg akkor ki kéne jelölni, hogy mennyit kellene nekem itt idejönni. Mennyit kéne nekem itt működni. Tényleg elnézést, nem tudok mit csinálni ezzel, mert úgy gondoltam, hogy mindenképp akarok videót csinálni azt. Elnézést. Elnézést, tényleg, bocs. Na. Oké. Leengedtük, ugye csak így lehet leakasztani. Egyébként írtátok, hogy azért nem ment gyorsan ezelőtti gépünk, mert nem kapcsoltam, nem kötöttem be a hidrolika csöveket. Mondom, what? Azt mondtátok, hogy az ilyen komolyabb eszközöknek vannak hidrolika csövei, amit ugyanúgy a manuál attachment móddal be lehet kapcsolni. Hát ezt valahogy megmondom őszintén, egy kicsit ilyen hitetlenkedve fogadom, de hát írjátok meg, hogyha valaki találkozott ilyen, de mondtátok, hogy hosszú Y nyomok, és akkor bekapcsolja. Az milyen? Azt hittem, egy tehén maradt, egy fekete tehén. Hogy van ilyen izé, van ilyen opció, hogy a hidrolika csöveket nem kötöm be, és azért volt az, hogy legyillott a szerencsétlen. De ugye, amikor hidraulikával fel kellett volna húzatnom, akkor az már úgy nem volt neki jó. Azért nem történt meg ez az esemény. Hát mondom, az hihetetlen számomra, de mondjuk azt, hogy jó. Oké, ezt odébb viszem, mert ez nem, nagyon nem jó helyen van. Meg kellene próbálni nem összeszórni az eszközeimet, mert így akkor cseszheti a képer. Na. Vigyük odébb ezt a valamit, pautkocsinkat, egyébként de jó ki lehet, jobban ki lehet látni belőle, mint a golfbumi. Na és akkor úgy nagyjából ki kéne jelölni, hogy merre kéne ezt itt összeszántani, vagy szétszántani. Az a lényeg, hogy van itt egy ilyen út. Azt akkor nem, azt nem nagyon akarná beszántani, mindjárt megnézzük, ránézzük, gyerekek. Úgy. Szerintem ez itt jó helyen lesz egyelőre. Kiugrunk, lecsatlolunk. Ja, itt van egy ilyen út. Ezt így el kellene engedni, én úgy gondolom. Meg ugye a fás rész is akadályozó tényező lehet.
Reggel 8 óra 34 van. Egyébként lehet, hogy még ennél gyorsabb időpörgetésre lesz szükségünk, hogyha azt akarjuk, várjátok, mindjárt jó kis rá egyet. 6-os, 10-es. A 10-es meg lehet, hogy bár gyors lesz, nem? Legyen 10-es, figyeljetek. Tényleg az lenne jó, hogyha egy nap egy rész lenne. Nekem az úgy feküdne. Na. Mi fölcsatlakoztassuk, hát ezt belevágtuk a földbe, mint a szart. Jó, a kis szette. Oké. Na. Mit akartam még egy csinálni? Valamit akartam. Ja, húzni a kormányom, mert kicsit... Van olyan, hogy pont állítottam a kormányom, mint ahogy a gépbe is. Jó. Akkor emeljük ki. Nem itt kezdünk szállítani. És valahogy... Hogy lenne jó? Hát lehet, az a lényeg, minél hosszabb legyen a szállítási, a megbukálási intervallumunk. Viszont... Nem kell olyan szélesnek lenni, inkább hosszabb legyen, érted? Akkor kevesebbet fordulsz a géppe. De viszont nagyon nem is kellene azt csinálnom. Ez így kávé, nem gyerekek? Teljesen nem akarok kivenni a széleik, meg le is düllőzhetjük majd akár. Megyünk terepbe, és terep 9-be szerintem beviszi ezt, nem? Vagy nem tudom mennyibe. Vagy csináljuk egy kézigázt állítunk, jó? Ajtok egy kézigázt mondjuk egy 10-re. Aztán ugye meglássuk, hogy mi lesz akkor. Terep 9-be, jó? Állítsuk be azért nagyjából, hogy beerre megyünk. Ez körülbelül szerintem... És mondjátok, nem tudom. Ez lehet a jó irány? Kb. Nem? És akkor nyomhatjuk neki. Aha, nem jó az irány. Így a jó az irány. Körülbelül így jó az irány. Ahogyni. Jó van. És ugye most egy egész másfajta szántási műveletet csinálok, mint ezelőtt. Nem olyan, hogy működni fog ez. Kivele a gépet, megállunk. Jó, és akkor... Ez meg elvileg úgy fog működni nekünk, gyerekek, hogy egyik óráról másikra szépen kezd a szántani. Kicsit majd fogok sarni, hogy kiegyenlítsem, jó? Ja, az olyan, hogy... Nem, hogy az legyen, hogy ilyen gvirbe-gurba. Ennél szántási művelet mi így fogjuk csinálni. Hogy a jobb kereket ide betesszük, a másik oldalra is ugye tudsz jönni, és ott is a jobbot teszed be, és akkor itt szétfele haladó dolog lesz. Na mindjárt megvásároltok, hogy miről beszél a képer. Lehet, hogy nem is használok tempomatot, hanem én szabályozom, inkább egy kicsit lassabban megyünk. Próbálom ezt kiegyenlíteni, mert itt eléggé elcsúfosodott. Aztán majd a következő az jó lesz. Barázdába próbálom tartani ebbe, hogy akkor legyen egyenes, ugye? A jobb kereket megpróbáljuk ebbe a barázdába, még akkor is, hogyha ez most ugye nem lesz tökéletes, egymásra szántuk. De legyen az, hogy húzzuk ki egyenesbe szépbe. És akkor a következő sorok azok már jók lesznek. Jó, jó, ez manuális gáz, de most nem kell, ilyen kicsi területen nem használunk kézigázt. Kiemeljük, oké. Okay. Jó, gyerekek, jó lesz az érzem. Fordulunk egyet, ugye ilyenkor még a legelején, amikor itt szétszálltunk, hogy össze, nem tudom, ezt mindig összekeverem, ilyenkor még sajnos kötolatgatni, mivel egyből nem tudsz visszafordulni, főleg, ha itt a kerítés. Úgyhogy ezt így kell megoldanunk. Itt meg ugye be tudod rakni jobb kereket szépen ide ebbe a barázdába szépen. Aztán akkor ez így fog kialakulni, na. Ebbe a barázdába. Szépen ugye rá tudsz nézni shift-tel, hogyha gondolod. Pontosan meg tudod nézni, hogy benne legyen, oké, abba.
Adjál neki, Sanyi. Nyomunk egy kövér gáz, meg egy leengedjük az eszközt. Na, ne nyögjé! Inkább picit lassabban. Ja, igazából, ha jól tudom, akkor ezekkel a hagyományos ekékkel, ami nem forgatható ekékkel, konkrétan ez a kettő fajta szántási metódust tudod alkalmazni, a szét meg az összeszántást. Ugye már csináltuk az előző, legelső részben talán, vagy a másodikban az egyik verziót, most csináljuk a másik verziót. Oké, kiemeljük. Úgyhogy akkor átcsavarod erre, meg visszacsavarod, akkor van esélyed rá, hogy vissza tudsz fordulni már. Látod, mert most már azért elég így jó. Csak úgy vissza tudod tenni, nem kell azt csinálni, hogy tolatgatsz. Leengedjük. Aztán mehet, mehet, jöhet a mehet. Elvileg azért kevert meg engem, elvileg ez a szétszálltás, ugye, mert szétfele mész. De ez azért kevert meg engem, még akkor ugye összefele dobatod a főret. És azért gondoltam, hogy összeszálltás. De hát ugye maga a művelet az meg szét. Maga a mozgás az ugye szétfele megy. Na, hát ez jó lesz, gyerekek, úgy érzem. Hát ezt a területet meg kell munkálni. Aztán akkor lesz, talán valami lesz belőlünk. Utána kellene, nem tudom, hogy meg kéne tárcsázni. Valószínű, hogy Farming Simulator 22-be lehet egyből szántott területbe neked nyomatnod a magot, de hát a valóságban nem hiszem, hogy az működne. Egyébként ez a 10-szeres időpörgetés tökéletesen jó szerintem ide, hogy akkor végig tudjuk egy egész napot játszani. Ó, de jó, még bele is esik, ha ajátok, még bele is esik. Leengedte a keeper, aztán hadd menjen. Hogy legyen benne a barázdába, ahogy kell le, gyerekek. Ha nem pörgetem túl, ugye, olyan 16-18, vagy 1600-1800-as fordulaton, okosba, olyan túl gyorsan nem akarok szántani, sokkal könnyebb korrigálni így. Szerintem ez teljesen jó. Bár ilyenkor nem tudom, hogy eléggé ledobja a zeke fejekről. Eléggé ledobja a fődet. Hogy né. Ha? Én komolyan mondom, élvezem. Az ember, amikor megtanul valamit, így próbálja jó csinálni, akkor azért úgy megvan az öröm, nem? És most nem tudom, hogy már ezelőtt részben mondtam is, ezért van az, hogy jobb oldalra vannak eltolva, főleg a régebbi, meg az ilyen nagyobb traktorokban jobb oldalra van eltolva a kormány, ugye? Hogy a konkrétan a jobb kereket tudjon figyelni. Az, ami érdekes számunkra, nem a baloldali. Jó. Kiemelünk. Menjünk vissza. Egy idő után ugye nem is kell elcsavarnunk balra, mert vissza tudunk fordulni. Hát egy idő után már teljesen kiszélesedik ez a szántáskép. Elnézést. Gyerekek, betegen is itt a traktorban, ez szaros semmi. Jó, ez a nagy kabinos MTZ szerintem tökéletes nyitógép volt. Később majd ugye a területeket kell vennünk, aztán akkor majd nagyobb dolgok, nagyobb helyeken tudunk megmunkálni földet. Mivel most ugye konkrétan egy földnek a belsejében alakítunk ki egy földet, mivel itt kerítés van, meg minden, ezt én nem akarom bántani. De ez tök jó lesz. Egyébként ez a szétszántás, ez nekem jobban tetszik, mint az összeszántás. Az eleje sokkal egyszerűbb, és mindenképpen ugye, mondjuk ezt, izéföldeknél érdemes szerintem, csak ilyen nagyon párhuzamos oldalú földeknél. Előbb-utóbb ugye, ki fogsz érni a szélén az egyiknek rosszul.
Tehát ilyen szögbe fog kijönni. Ilyenkor ugye mindig engedem szépen az ekét menet közbe, nem álló helyzetbe, hanem frankon, finoman. Kormánya nagyon, nagyon jó lehet irányítani. Egyébként valószínű, hogy lesz LTS 2 napokba, magyar napon. Régebben próbáltam LTS 2-t, de mindig csak ilyen nagyon, nagyon bénácskán így eljátszogattam vele. Mindig szarkormányom volt, ez meg billentyűzettel nagyon-nagyon nem adja. Ezt emiatt gondoltam, hogy csinálunk egy ilyen LTS 2 videót is. Nagyon nem akarom ugye kihúzni hosszan, úgyis majd le fogjuk szegni a szélét. Hogy nem leszegjük, hanem ledüllőzzük. Valaki egyébként azt mondta, arra nem írtatok választ, hogy először szokták a szántást le a düllőt megcsinálni, azt hiszem, ez egy akkora hülyeség. Hát akkor utána még azon tipróc mindig, nem? Nem, a végéig kell izérni, nem? Most itt minden egyes fordulóra, akkor tipornám a izét a fölszántott területet. Már hát a fölszántásnak pont az a lényege, hogy átforgasd a talajt. És hogyha az visszatiprod, akkor az mi volt az érted? Na lassan 10 óra 26 van. Elvegy. Ja, most már tök frankon vissza tudsz fordulni. Úgy látom, hogy ez a szétszántás az nekem így jobban bejön. Ez így frankóbb ez a művelet. Valahogy úgy érzem. Valahogy jobban adja nekem. Hát ez a 3-as sekével egy kicsit sokáig tart, de ekkora földre nagyon nem is kell nagyobb. Ugye itt addig fogunk menni, hogy az utat meghagyjuk, hát utat, idejözeles utat, hogy ne a vetésemen kell átmenni. Ugye a letaposáskor természetesen benne fog lenni, egyedül a kövesedés van kivéve, tehát le is kell messzeznünk, hogyha igényli. Szóval igen. Úgy látom, hogy egész jól sikerül a kievelés is. Jó, hát nem tökéletesen egyforma hosszúak a barázdák, de azért próbálkozok. Hát ez szuper jól működik, gyerekek. Itt a fáig, ott meg az útig megcsináljuk. Lehet, hogy sajnos, lehet, hogy egy kicsit elcsesztem, és nem pont középen kezdtem. De hát majd mindjárt meglássuk. Ja, egyébként ez a felhős idő, ez egy kicsit olyan sötét. Sötét idő van. Az a szerencsére nem én vagyok sötét, hanem az idő, mi? Na, lehet, hogy más-más, hogy gondolja. Kievelés. Visszafordulás. Hát ez nagyon egyébként, nagyon jól adja. Saját területünket is fel kell szántani. Jó, mert igazából a bérmunka az, mint valami tutoriál úgy fog működni. És ugye tényleg ebből áll a szerintem az, hogy igaz, hogy nem RP sorozatot csinálunk, de viszont tényleg realisztikus sorozatot, tehát abszolút külső nézetben semmilyen körülmények között nem váltunk soha. Még hogyha sokkal könnyebb is lenne például meghatározni egy irányt, a szántás irányát, vagy akármit. Így egy kicsit nehéz néhány része így a játéknak, viszont én úgy gondolom, hogy igazából akkor ez a sorozat már így menjen, így ilyen nagyon szuper kis realisztikus sorozatba. Tényleg akkor fordulok ám csak, mert írta ezelőtt is valaki, miért fordulok, mielőtt kievelem az ekét? Nem. Eke kievelés, kijön a földbe, utána fordul a keeper. Mindjárt megpróbálom mutatni, csak közben ugye barázdába is kéne tartani. Nagyon szép egyébként, ahogy dobja ki. Hát ennyire szép nem volt még soha Farming Simulatorban, hogy dobja a földet az eke. És akkor mindjárt megpróbálunk egy kiemelést mutatni, hogy az hogy van. Értelek, és akkor ilyenkor fordultam. Kicsit korán is emeltem ki, most itt fura volt, hogy hátrafele nézek. Meg a beengedés is, hasonlóképpen
Zajlik mindjárt. Jaj, te ember! Komolyan mondom, hallod? Annyira, nem tudom, nem tudom, idegengedtem a FS22-től, viszont nagyon örülök neki, hogy egy ilyen sorozatot sikerült kezdeni, hogy ilyen tök realisztikus, és emiatt egy ilyen, fú, nem tudom, egy ilyen, mint hogy egy teljesen más játékkal játszanék a 19-hez képest. Soha nem játszottam ilyen nagyon úgy megpróbálni játszani, hogy tényleg szimulátor jellegje. Hogy nem az, hogy most így kapkodva, rohanva, forratás, gyorsan csinálni, minden csináljuk, ez őrült. Ne érezd, nem, egyszerűen nem éreztem soha ezt, hogy most például tök olyan, mint hogy egy ilyen tízébe ülnék. Az eleje, ahogy kiullik, meg minden gyerekek, nagyon adja. Hát kicsit majdnem rossz helyen mentem. Úgy. Kipufogó, minden gyerekek, beltér. Nagyon jó. Imádom, remélem, hogy jól csinálom. Nyugodtan jöhetnek a kommentek, ha bármit rosszul csinálok. Egy picit én úgy érzem, hogy lehet, hogy a sebességem egy kicsit. Mármint, hogy a valóságban, hogyha ilyen 9-e szántanánk, nem biztos, hogy ez jó tenne magának. Mármint, hogy a földet hogy tudná ledobni. Lehet, hogy egy sárosabb földbe nem nagyon örülne neki az ekefej, hogyha 9-el szántanánk végig. Talán ebbe gondolkodok, hogy amit ilyen nagyon elcseszettel csinálok. Lehet, hogy ott egy kicsit gyorsabban kellene, ugye, hogy jobban tisztuljanak az ekefejek. Nem úgy szerintem, hogy most a fordulatszámra is próbálok figyelni. Tényleg egy ilyen 1800-as fordulaton tartom. Mondtátok, kisebb gépeknél, MTZ-hoz kisebb gépnek számít, ott azért kell egy 1600 és 1800-as fordulat. Mindenképp a nehéz munkákhoz, ugye nehéz munkákról van szó. Ah, egész szép lesz ezek, egész szép lesz. Tényleg nem akarom olyan idejére, nem akarom olyan hatalmasra se, hogy ne férjünk emellette, most annak se sok értelme lenne, hogy ilyen bőszbe nagy legyen. Egyébként ahogy az eke mélyen a földbe, hát ez egy csoda, egy gyönyörűséges, komolyan mondom. Ezt nem tudom, ezt valaki szereti, akkor nagyon szereti, aki meg nem szereti, azt meg nem is érti szerintem, hogy mi a szép benne, nem? Ez hogy van ez? És ez a tipikus, komolyan, még az ember tartása is azt is felveszett, hogy egy kicsit így balra, vagy jobbra nézve, bal kézzel könyöklök a kormányon, esküszök, és ugye egy néha egy hátra lélegetsz. Még ez is így ilyen benne a feeling. Tényleg, még azt is felveszed. Mert itt annyira szimulátor jelleg, hogy kénytelen vagy felvenni egy olyan testtartást, így a kabinba itt, mint a valóságban, mert tudom, emlékszem rá, mert volt, amikor láttam szántani, mit tudom, én Fater is azért szántott azon kívül, hogy ő, mit tudom, a saját területünket, és ő is azt csinálta, hogy ugye, hogy konkrétan így volt, így. Ez ebben a testtartásban, hogy én így állok, hogy így bal kézzel részt a jövőt, és akkor hátra nézegetett mindig a nekére. Vagy éppen az eszközre, hogy minden oké-e. Nem tudom, még ezt is így felveszed, nagyon durva. Rá vagy kényszerülve, így ergonomikus konkrétan. Nagyon adja. Nem tudom, fú, baza. Nem tudom, hogy mennyire adja vissza egyébként. Vagy lehet, hogy ez a tipikus olyan játék, hogy játszani jobb, mint nézni. Mert vannak olyan játékok, amit nézni jobb, mint játszani. És ez talán komolyan. Például tudod, amikor üzenet nézem, mint a Rage Game-et nézem, azt inkább nézem, mint játszom. Állom az! Egyé!
Nagyon jó. Nem tudom, mennyire adja vissza a feelinget, de szerintem azért adja. Azért értitek, hogy mire gondolok. Nem, csak jó. És ott van a izé, sebességkiosztás, ugye? Ott a sebességkiosztásunk. Ott az a tábla, azt hiszem, hogy az az. Sebességváltónak a kiosztása. Na. Akkor mindjárt kivesszük megint. Ó, né. Csodálatos, csodálatos. Hát a gyerekek ez ilyen. És egyébként már dél van. Ugye? És ugye egyre nagyobbat kell kerülnöd. Tehát hogy baj legyen. Hoppa. Annyi baj legyen. Aki MTZ-ben dolgozott, az írja már meg, hogy szántást 3-asek éve milyen fordulaton, melyik sebességi fokozatban tudta. De terep 9-ben azért a 3-aseke szerintem egy kicsit erős, nem? Mármint, hogy realisztikusság szerint mennyivel kellene menni, mennyi, hányos, milyen fordulatszámon, hányos fokozatban, tényleg erre nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyire realisztikus maga a játék, vagy az a mód. Ez így érdekel. Na jó, van még egy bár csikot tudunk húzni, mert nagyjából közében sikerült kezdeni, úgy látom, körülbelül ugyanannyival két széle között a fáig, ugye, meg az útig. Na most ugye telep 9-be, 1800-as fordulaton megyünk egy 8-9-szel. Hogy az realisztikus, hogy körülbelül ennyi az MT-de, meg hogy a 3-as sekét azt tudná elvinni. Hát ugye mondjuk az igazság, hogy földfüggő, a talajfüggő nagyon. Azért egy homokosabb talajban mindjárt szalad az MT-z, vagy szalad a gép, az izében meg egy agyagos talajban meg szenvedsz, mint a Pilátus macskája. De csodálatos! Ó, de csodálatos! Lesz, hogy na, elég, nem is olyan kicsi föld egyébként ez. Mármint egy elsőre szerintem ez nem egy annyira szar. Lesz ez. Én úgy érzem. Jó, figyeljetek, az eszközöket szépen elpakolgatjuk. Okosan. Nem rohanunk, mármint ennek a gameplay sorozat nem az a lényege, hanem tényleg az, hogy mint a valóságban próbáljuk meg gazdálkodni, ugye. És emiatt én mindenképpen, ha kell, ha nem kell, én fogok tárcsázni a szántás után. Fogok lazítózni. Figyeljetek, szántott földet, főleg egy agyagosabb szántott földet, nem vetnek abba vele. Ha csak nem egy olyan olyan vetőd van, ugye, amelyik kultivátor is van előtte. Mert mint ugye egyből tudsz. Jó. Majd kultiválás nélkül is tud belevetni, oké, de figyeljetek, egy hagyományos vetőt nem tudsz rávinni, főleg egy ilyen durvább agyagos a szálltott földre. Az biztos, hogy lazítani kell, úgyhogy lazítózni fogunk mindenképp ezután. Utána próbáljuk betartani ezeket a folyamatokat. Utána, velünk lazítózás előtt lehet le kéne trágyázni, nem? Trágyáznunk kellene, szerintem. Kéne vennünk egy disznót. Kéne velük, fú gyerekek, ilyen disznóvólat kellene csinálni, hogy lenne pár disznónk, ilyen kis így hagyományosban. És akkor majd azzal ugye tudnék a szerves trágyával rendesen. Szerintem az lenne az igazi, nem? Hogy itt a sarokban valahol a disznóvólak, azt adnák neki kaját. Gyerekek, disznóvól, halljátok, ezt kell. Oké, hogy nem mindig az legyen, hogy mindig ugyanúgy próbálkozzunk, de csináljon, figyelj, valóságosan. Ahhoz, hogy ez legyen szelves trágyám, kellene disznó. Disznó olat fogunk, gyerekek, rámegyünk, hogy legyenek disznóink, jó? Abból egy kicsi plusz pénz lesz, de igazából az lenne jó, hogy ugye a szelves trágya. Úgyhogy figyeljetek, most egyelőre az lesz, hogy majd veszünk trágyát.
Én azt mondom nektek, gyerekek, hogy ne vegyünk disznókat. Ha nem is olyan sokat, egy 5 tizet, mondjuk egy 5 disznó már nem kevés, néhány disznó legyen, hogy tudjam letrágyázni a területemet. Szerves trágyával. Én azt mondom nektek, gyerekek, hogy az egy jó dolog lenne, nem? Én úgy gondolom. Már meg is van a projekt, gyerekek. Tök jó. És írjatok nyugodtan ötleteket, hogy szerintetek hogy éj, miképp, mi, hogyan legyen. Egyébként nem biztos, hogy minden, most azon gondolkozok, nem biztos, hogy minden rész külön évszak lesz, mert ugye lehet, hogy betorlódunk a munkákkal, akkor ne az legyen, hogy egyrészt 10 órára kell venni, mert mint nem tudunk elvetni idővel mindent, meg értitek, hogy azért legyen egy kis idő ezekre, szóval egy elhamarkodott döntés volt. Nem pont úgy fog felépülni, mint ahogy elsőre mondtam, tehát nem feltétlenül lesz egy rész, az egy évszak. Egész jó az a számítás. Gyerekek, komolyan mondom. Egész jó. Ezekre vagyok kíváncsi, hogy miket nyugodtan írjátok, hogy miket cseszek el, jó? Miket cseszek el? Egyébként szerintem, amikor megállsz, akkor simán ki tudod emelni ugye az ekét álló helyzetbe is, mert ugye ma igazából amiben ő benne van föl, bele van húzva, az ugye föl van lazítva, tehát azt már így könnyebben kiemelni magáról, tehát nem tudom, hogy szerintem ekével a lényeg, hogy ne kanyarodjál, hogy ne hajlogasd az eszközt ide-oda, ezt arra meg ugye azért figyelek. Gyerekek, hát komolyan mondom. Hát a csodálatos ez a dolog. Csodálatos. Jó, legalább csinálok valamit, elfelejteti a betegséget. Egyébként ugye van dúlva az orra, vagy azon keresztül nem is veszek levegőt, azt tudom, hogy ilyen duda orrhangom. Hát figyeljetek, ezen az oldalon valószínűleg ez lesz az utolsó csík. Van egy olyan érzésem, amit már nem fogunk elférni. Látod, itt bármi van. Nem is hajlandó elmenni nagyon. Jó. Igen, majdnem föl is dütöttük a gépet. Csak bele akadjon itt a dobba az eke. Jó. Akkor is belehúz egy csékot. Jó, figyeljetek, most az a szituáció, hogy valószínű, hogy vissza kell tolargatnom addig, vissza kell gyűröm, hogyha akarok még ezen az oldalon szálltani, mert ugye nem forgatható az eke. És a keeper nem jó ezt a kezdő barázdát, nem középen. Na, adjuk neki! Nem gép, ha nem bírja. Egyébként teremben nem tudok följebb kapcsolni, nem hiszem, hogy országút fokozatba kellene szálltanom, nem? 9, terep 9-ben vagyok. Jó, a gyerekek, fordulunk egyet balra, visszagyűlünk, átpattítom országútba, végiggangolunk, utána jövök még egy kört. Ugye nem forgatható, mert nem tudsz megindulni visszafele, mert össze-vissza szálltasz, ez nem úgy. Vagy összeszálltunk, vagy szét, nem össze-vissza. Ez nem mindegy. Hát, ez csoda egyébként. De ugye átdurantom országútba. Mindjárt visszaérünk gyorsan. Az srácok ez. Jön vissza a terep. Próbáljuk meg mindig egyből ráfordulni, mert akkor ugye nem kell tulajdonítani, azért nem kell annyit váltanod. Azért az is egy hálás dolog tud lenni, hogy nem egy folyamatos váltogatás az egész. Szántás. Oda-vissza. Jó, itt még néhányat lehúzunk, elmegyünk a fáig nagyjából, hát azért elhagyok egy, mit tudom, egy másfél métert a fától. Legegyszerűbb lenne kivágni, csak akkor kellene tuskózó is, meg minden. Nem akarok annyira gépet vérelni. Nem az legyen az egész.
valahogy meg kell élnünk is, ugye, mármint, hogy most kellene nekünk egy tárcsa. De valószínűleg, hogy ugye az kell pénz. Úgyhogy el kell menni még dolgozni, de ez nem is baj. Mivel ugye arról beszéltünk, hogy mint egy tutoriál sorozatnak lehet felfogni a bérmunkálást, így akkor megtanulja a keeper, hogy mégis hogyan zajlanak a dolgok. Jó. Telep 9-be átfordulok. Efordulunk? Még következő kört már nem kell fordítani. És akkor átlakjuk országodba. Stwell vissza a teret. A kerítés mellé nem kéne bevenni, mert ugye neke az kilóg. Ó, egyébként. Baszik. Nem tudom. De nagyon úgy érzem azt a szártást ma. Valahogy lehet, hogy majd írjátok, hogy ilyen hülyeséget, olyan hülyeséget csinálsz. De valahogy úgy érzem, hogy azért most 8 év után sikerült ráéreznem, hogy mégis mi a szántás lényege. Mármint, hogy a folyamat lényege. Tudtam, hogy mi értelme van, de az, hogy jól csináljam, szerintem soha egy büdös életben nem sikerült jól csinálnom még ebben a sorozatban. Mármint a Farming Simulator sorozatokban inkább úgy mondom. Meg hát úgy helyes. Gyerekek, lehet, hogy el is... Még figyeljetek, le kéne húzni egyenesbe. Ezt meg ugye úgy lehet szépen, hogyha egy belső barázdában majd mindjárt végigmegyünk. Elférünk még? Mazdig van? Jó. Oké. Okay. Hát még azért egy kört simán tehetnénk szerintem. Szerintem még egy kört még egy csikot kéne húznom. Meg akkor egyből ugye ki is tudnám egyenesíteni. Nézzünk ki egy barázdát, az a lényeg. Olyan sötét van egyébként, ilyen, nem tudom. Ez a téli idő nekem így beteszi a kaput. Valóságban is szoktam utálni. Ilyen depresszív hangulatom van télen. Na most még ebben a játékban is, hogy ez annyira így átadja. Na, próbáljuk meg ezen a barázdán tartani. Próbálom így nézni, vagy nem tudom, hogy... megfasztam azon a rohadt biciklin, gyerekek. Ez a történet. Megfasztam a biciklin. Figyeljetek, tovább nem is fogok menni, mert akkor a disznóulak meg elférnek itt, nem? Ilyen kisebb disznóulakat majd valamit veszünk. Építünk. Jó van, gyerekek, szerintem az jó. Figyeljetek, ott kéne visszatolhatnom, ott van egy ilyen kis kibaralás benne. Aztán még egész jó is néz ki akkor, nem? Országodba visszatolhatunk. Aztán akkor szerintem jók vagyunk, én úgy gondolom. Ott azt a kis izét megcsinálja. A keeper. Egész jó sikerült, tehát srácok, egész jó sikerült. Na ide vissza kéne vennem, ugye? Jó pár barázdával beljebb. Valahova ide. Jó helyen megyünk? Nézzük meg! Aha! Tökéletes lett, gyerekek! Szerintem, ugye? Jó lett a széli. Itt kellene valamit kezdeni vele. A másik fele egyébként egész jó lett. Itt ez elég csufott dáré lett. Eléggé csufott dáré lett. Ezt be kéne dobatnom, nem, gyerekek? Szépen okosba. Csak az a baj, ezt is úgy kéne, hogy minél kevesebb váltogatással, mert a leszemet edobom el. Hogy nagyon hasonlékű váltogatnom kell. Nézzük, hú kezdődik a szarja. Hú kezdődik a szarja, gyerekek? Terep. Mondjuk egy hétbe most.
Így valahogy. Na. De az elcseszett részt, azt megköcsülálom, bocsász. Na, hogy kigyütt a ugye az eke folyamatba. Mi? Na gyerekek, egész jó lett. Itt meg úgy csinálom, hogy visszatolatok, jó? Nem tudom, ha valaki majd, aki okosabb, az megírja, hogy ezt hogy köpö tökéletesen. Befele kell dobatni, kifele kell dobatni ezt a részt. Próbálom úgy, hogy értelmesen nézzen ki. Nagyjából. Itt is azért ugye jobb. Hát biztos befele kell dobatni, mert ugye ilyenkor is ugye a jobb keréknek benne kell lenni a izébe. Barázdába gondolom. Megyünk ebbe a barázdába, mert ott végül volt egy kis hiba. Hibatika. Jó, gyerekek, jó lesz, azért érzem. Oké. Nézzük be, kiszállok, várja. Mi a szitu? Figyeljetek, szerintem ez nem csúgya. Egyszer jó lesz, nem? Egynek jó lesz, gyerekek. Megcsinált a keeper, leszálltott a területet, beszarsz neki. Szerintem egész jó lesz. Na, országot 9. Vágtassunk-e túlfelőre, azt megnézzük, mi van. De mindenképp akartam a helyet vagyni, hogy ugye bejárni ne a földön keresztül. Mindjárt ránézzünk a Google Maps-on, műholdon, hogy néz ki ez az egész. Ugye megállok. Egyébként olyan borús az idő, meg olyan sötét van. Megőrül a kettő. Hát itt azért nagyon jó lehet lehúzni. Egyébként itt a vége felé nézd meg, már milyen jó sikerült. Jó lenne lehúzni, úgyhogy legyövünk ide. Na, a gyakorlatban nem kell felülteni a traktor. Ja, nekem komolyan mondom, nem látok semmit, hallod? Olyan hülye is süt a nap, hogy az őrület. Eskü. Hülyén süt a nap. Na, így mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terep. Terep 8, jó lesz ez. És akkor adjunk neki, gyerekek. Hát rettenetesen hülye is süt a nap. Valami nagyon vagy ködös az idő, vagy nem tudom miért. Olyan furcsák a... Furcsák itt a színek. Itt volt egy kis probléma, azért körülött ezt így csinálni. Visszatolatunk. Még lehúzunk itt keresztbe. Kicsit túlhúzogattam őket. Hát jó van. Aztán szerintem idején lesz a tárcsázás lesz, gyerekek. Következő részbe. Vagy pedig valami munkád vállal a Luke. Hát ugye kapcsolok egy lámpát. Kettőig nem látok-e. Oké. Okay. Itt már jó dibbes dombos, nem örülök neki, hogy kihoztam eddig. Car volt. Car vertikál. Úgy valahogy. Aztán ez meg szerintem az utolsó húzás lesz. Szerintem ez lesz az utolsó húzás, aztán meg is vagyunk ezzel felé, és... Hát esküszöm, gyerekek, olyan... Remélem már lesz nyár vagy valami, mert tényleg... Süt a nap, azt írja, azt mégis olyan tök ilyen sötét van. Délután 3-ban pedig. Délután 3. Oké, gyerekek, meg is történt az esemény. Figyeljetek, ez vissza is köllene minden, szerintem. Bevirakjuk a fészerbe, jó? Megnézzük az állatólakat is egyébként, mennyibe tudnánk venni. Azt esetleg vennék nekik tokarmányt. Hogy legyen nekem bizonyom, legyen nekem.
Kránya szóró, meg legyen minden is. Nem tudom, ezt hova rakjam. Az a baj, belevág a földbe, ugye, hogyha olyan helyre rakom le. Be kéne tórom ide egyébként, az lenne a legjobb szerintem. Ide betesszük. Vagy pedig majd betoroztatunk valami placot. Gyerekek. Ezt nagyon kell kiszámolni. Á, de vissza ne hallod. Komolyan mondom, még egy tölapni is megtanulunk. Jaj, a biciklire rátettem, hülye. És visszhangzik az MTZ neved. Visszhangzik a izé, a hangja. Jó, itt a megállok ám, futkorászok. Jó, gyerekek, ha megtörtént, a figyelj, csináltunk egy jó szálltást. Nem tudom egyébként honnan tudnál megnézni normálisan. Föl kéne másznom valahova. Nem olyan egyszerű. Kerítést talán föl tudok mászni a izé. Fészer tetejére. Ujjjjj. Nem tudok felmászni a fészer tetejére. Dakar. Mi megnéztem volna valahonnan itt. Ennek a raklapnak a tetejére. Na. Ez szerintem egyébként szép lett. Nem lett csúnya, maga a szántás se, meg sem is a szántásként se. Továbbá nem akartam húzni, mert itt ilyen dombos rész van. Mindjárt megnézzük a izé Google Maps-a, hogy mennyire sikerült. Jaul. Jaul, gyerekek, hát csak odaadatos. Na. Egyébként most lehet, hogy megállítom az időt. Vagyis leveszem. És körülbelül mondhatni estig dolgoztunk. Várjál már. Oda nézzél, jó. Ott a mutas se. Mindjárt meg lehet nézni elvileg terménytípusok. Művelé. Ó, oda nézzél. Mutassa, hogy felszántott. És mi van, mire van szükségünk nekie? A szántást igényelni már nincs. Ha mész az köllene, ugye? Meg kéne trágyázni. Meg kellene beszelni is akkor igazából, ugye? Beszezni is köllene. Hát itt van, ekkora terület lett. Ami szerintem annyira nem rossz. Figyeljetek, most egy kisebb terület, ami van itt belül, gyógyszos, meg ilyesmi. Akkor a területet majdnem itt hoztunk itt az 71-esen. Oké, hát igen, akkor kellene veszezni is. Mondjuk a veszezésre írjátok valamit, gyerekek, hogy az kivegyem-e vagy nem. Mármint így Magyarországon szerintem annyira nem sokszor szoknak veszezni, főleg ilyen kis gazdaságok, ugye? Mivel a veszezés az leginkább bizonyban szokott lenni, amikor már ilyen szarában műtrágyázva is a föld, a nagy területeken, ugye, nagy gazdaságokban, aztán a pH érték az M1 borér. Aztán akkor kell mészre összehozni vissza, hogy ne legyen olyan savas a terület. Na, akkor ennyi lett volna ez a rész. Köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, nem volt unalmas. Remélem, jól csináltam. Írjátok nyugodtan, hogy minden oké, volt-e. Sziasztok!